ma esti témánk az identitás és önleértékelés kapcsolata a germán gyógytudomány ismeretében. A két konfliktus típus meglepően szerepel most egymás mellett, ugyanis az identitás konfliktusok helye az agykéregben van, míg az önleértékelés pedig a fehér állományban, és hogy ez a kettő hogyan kapcsolódik egymáshoz, hogy mit tud kialakítani, milyen változásokat, milyen szervi szintű elváltozásokat tud mutatni, erről fog szólni a ma este. Az identitásról egy pár bevezető gondolatot engedtessék meg elmondani. Az identitás azt jelenti, amivel én magam azonosítom magam, ez az én azonosságom, az önmeghatározásom, ez a magatartás formámon, tehát a viselkedésemen, az értékrendszeremen keresztül nyilvánul meg, és az identitás a teljes, az én teljességét fedi le. A személyiség fejlődésünknek az egyik eredménye maga az identitás, azt, amit magamról gondolok, tudok, érzek, és nagyon sokan kutatták ezt a kérdést, nagyon sokféle identitásról hallhatunk, például nemi identitásról, nemzeti identitásról, vallási vagy szakmai identitásról, és az ebben megélt konfliktusok, azok nagyon kemény önleértékelési konfliktusokat tudnak előhozni, de önmagukban az önleértékelés is egy nagy kategória, és az identitás is egy másik kategória, mindkettő két különböző konfliktus forma, hogy ezek hogyan illeszkednek, hogyan kapcsolódnak egymáshoz, mit tudnak kifejleszteni a biológiánkban, hogyan tudjuk ezeket megérteni a germán gyógytudomány ismeretében. Erről fog ma beszélni kedvenc előadóm, dr. Budai László Károly Karesz, aki orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó és germán gyógytudomány terapeuta. Ahhoz, hogy a bevezető gondolatok után tisztában legyünk a konfliktusokkal, a konfliktus típusokkal, illetve egyáltalán azzal, hogy mi is ez a germán gyógytudomány, szükséges néhány alapinformációt szeretnék kérni tőled, Karesz. Mondd el nekünk, hogy miről szól a germán gyógytudomány, kifedezte fel, milyen tudományos alapokon nyugszik. Köszönöm szépen Rékának a bevezető gondolatokat, mert tényleg egy olyan érdekes dologra fogunk ráismerni a mai nap, ami a különböző agyi irányítási központok között, hát hogy is mondjam, egy átjárót képez. És rá fogunk jönni, hogy maga az idegrendszer nem egy vízszintesen feldarabolható valami, hanem itt függőleges kapcsolatok is vannak, és hogy bizony, amint azt mindig elmondtam, és hogy ezt a Facebook oldalon is megjelenítettem, minél intelligensebbek vagyunk, annál gazdagabb megéléseink, és annál több DHS-t fogunk megélni, azaz annál több betegséget fogunk elindítani. De mi is ez a DHS, és mi ez a germán gyógytudomány? Nagyon röviden, csak annyit, hogy természetesen dr. Rike Gerd Hammernek köszönhetjük ennek a felfedezését, és azt a logikus gondolkodást, ami megnyugtathat mindenkit, hogy minden, ami az élővilágban történik, az mindig a túlélésért és a faj fenntartásáért történik. Ez bárki megfigyelheti, ha kinéz az ablakon, és megnézi, hogy az élővilágban mi is történik valójában. De ez majd az ötödik természet törvény lesz, ami felteszi a koronát Hammer doktor első négy biológiai törvényére, ugyanis az első törvénynek a megalkotása a 19 éves fiának a halála, ami elindította. Vagyis ennek a 19 éves fiúnak az elvesztése volt az a váratlan, meglepetésszerű esemény Hammer doktor életében, ami elindított nála egy biológiai választ az agy közvetítésével, és ez egy heredaganat volt, mert a biológia a veszteség konfliktusra heredaganattal reagál. Nem akarok most részleteibe belemenni, hogy hogyan és miként történt mindez, majd egy külön cikkben az új weblapon a Hammer doktor életéről szóló cikkben mindent részletesen elolvashatunk. A lényeg tehát az, hogy ez a 19 éves fiú 78. december 7-én hal meg
az apja karjai között, bár előtte 111 napon keresztül Hammer doktor mindent megpróbált, mindent elkövetett, hogy a fia életét megmentse, és lám december 7-én meghal a karjai között. Két hónapra rá Hammer doktornak már helyredaganata van, és még egyéb biológiai programjai is, hiszen tudjuk, hogy hasi áttétekről beszéltek a kollégák, és áttétek ugye nincsenek, hanem az egy másik biológiai programnak a szervi megnyilvánulása. A lényeg, hogy 1% túlélési esélyt adtak neki, de Hammer doktor túléli, és mindenkit figyelmeztetek, a gyógyulás pokoli kínokkal érkezik. Tehát ezek a kínok, amiket Hammer doktor is átélt, ezek a gyógyulásról szóltak, és miután felépül, vissza dolgozni Hammer doktor, és 1981-ben fölfedezi az emberiség számára a rák vastörvényét. Ez nem egy véletlenszerű valami, hiszen több mint 200 betegtől kérdezi meg Hammer doktor, hogy az ő életükben és a daganat megjelenése előtt történt-e egy nagyon váratlan, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, amiben beleragadtak. És a válasz mind a 200-szor igen volt. És ez képezi a DHS kritériumát, ugye Dirk Hammerről, a fiáról nevezte el Hammer doktor azokat a kritériumokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egyáltalán elinduljon egy szervi válasz a szervezetünkben, amit mi eddig úgymond betegségekként ismertünk. Tehát mindig egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatásról beszélünk, ami váratlan, hirtelen jelent meg az életünkben, magányosan éltük meg, vagyis elszigetelten, nem volt kivel kibeszélni, és benne ragadtunk sokáig ebben a konfliktusban, ebben az érzelemben. Miről van itt szó? Egy félelemről van szó, egy biológiai félelemről, amihez egy gondolatot kötök, és akkor lesz ebből az agy közvetítésével egy szervi elváltozás. Tehát a gondolat és az érzelem összeköttetés az egy pszichés megrázkódtatás. Természetesen az állatok is megélnek DHS-t, és az állatoknak is vannak félelmei, és ők is a megfelelő biológiai választ fogják a félelmükre elindítani. Mert a valós energiát, a valós becsapódást, az az érzelem adja, a félelem. A gondolataink csak arra jók, hogy egy konfliktusra több biológiai programot is elindítsunk, mert vagyunk mi annyira intelligensek és okosok. És ez a lényeg, hogy ez a lelki megrázkódtatás, ami csak magyar nyelven lelki megrázkódtatás, más nyelveken pszichés megrázkódtatásnak nevezik, ez az agy közvetítésével fog szervi szintű elváltozást elindítani, mert soha nem a nagybetűs léleknek lesznek konfliktusai, az konfliktusok nélkül köszönni szépen jól van, mindig a félelmeink lesznek azok, amelyek biológiai szinten elindítanak egy biológiai szervi választ az agy közvetítésével. A konfliktus pillanatában rögzülnek a sinek, vagyis azok a körülmények, amelyek között megéltük a konfliktust, és ezután már nem kell újabb konfliktust megélnünk, már elegendő egy emlékeztető körülmény, és újraindul az egész történet, az egész értelmes biológiai különprogram, mert mindig a túlélésről szól, ezért értelmes, és azért külön program, mert különben nem indul el, csak ha mi elindítjuk. Tehát ezek lehetőségek, túlélési lehetőségek a szervezetünkben, amelyeket viszont mi kell aktiváljunk ahhoz, hogy ez elinduljon. Nos, akkor rögtön az elején kezdjük a legfontosabb megoldással, és ez arról szól, hogy nem újjék el nap a haragunkkal. A mai napot is zárjuk le békével, megnyugvással, megbocsátással, elengedéssel, mert ha ezt nem így tesszük, akkor a sinek nem fognak eltűnni. Lehet, hogy megváltoznak a körülmények, az, akire haragudtunk, az már meghalt, de a sinek megmaradnak, és újra meg újra, újabb konfliktus nélkül is el fog tudni indulni újra és újra ugyanaz a program. Tehát ezért kell érzelmileg lezárni azt, amit érzelmileg elindítottunk. Az állatok erre képtelenek természetesen, őket a sinek mentik meg, ők a sinek hatására kikerülik azokat a helyeket, amelyek számukra veszélyesek,
De én úgy gondolom, hogy mi emberek ennél többre vagyunk képesek, mint hogy egy életen át sineket kerülgessünk, különben is nem sinek, hanem pályaudvarok vannak már a fejünkben. Tehát jó lenne elgondolkodni azon, hogy érdemes-e megőrizni magunkban a gyűlöletet, a haragot, a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatásokat, és megbetegedni, vagy lezárom békével a napjaimat, és nem betegszem meg. Ez mindenkinek a saját döntése kell, hogy legyen. Azt is jó tudni, hogy soha nem a történet számít, hanem az, hogy én abban a pillanatban mit éltem meg. És ez a megélés lesz számomra az egyetlen valóság. És ezért van az, hogy mindenki más és más programot fog elindítani azonos körülményekre. Ha kirúgnak 5 férfit a munkahelyéről, az 5 férfinak más és más biológiai programja fog elindulni, vagy ha nem csinál belőle konfliktust, ha nincs konfliktus, nincs betegség. Ez a szöveg is itt erről szól, Hammer doktor könyvéből, amit részleteztem a menstruációs előadásban, vagy a birtokkonfliktusoknál, vagy éppen a női biológiai külön programoknál. A betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, és ez nem egy önvédelmi mondat, ez csupán arra hívja fel a figyelmet, hogy ő az, aki meg tudja határozni, hogy milyen körülményeket, mit élt meg, hogy élte ezt meg, és ő az, aki ezt meg tudja oldani. A terapeuta abban tud neki segíteni, hogy ezt a konfliktust felfedje, lehetőleg minden melléksínnel együtt, minden egyéb megéléssel együtt, nem csak a legfontosabb érzésekkel, és onnantól kezdve segítsünk a páciensnek abban, hogy érzelmileg lezárja a programját, de ezt neki kell elvégeznie, és ezért nem hatnak azok a levelek, amikor a férj kér tőlem segítséget, hogy a felesége súlyos beteg, és én segítsek neki. Könyörgök, miért nem a feleség ír? Miért nem a beteg írja meg, hogy mi a baja? Azt se tudom, hogy mi a baja, csak annyit tudok, hogy rákos beteg, és konzultációt szeretnének. Hát kérem szépen, a konzultáció akkor sikeres, ha a beteg egyáltalán tisztában van az 5 természet törvénnyel. Itt kezdődik a dolog. Hogy egy óra alatt akkor, ha csak egy órát szánt valaki arra, hogy megértse és megoldja az életének a legnagyobb problémáit, többet is, hát akkor annyit tudok segíteni, amennyi időt erre a kedves páciens rászán. Természetesen. És olyan szinten fog sikerülni, amilyen szinten ő ebben a témában felkészült. Gondolom ez innentől mindenki számára érthető. Tehát a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. A második természettörvénynek a lényege, hogy Hammer doktor leírja, hogy hogyan zajlik le ez az értelmes biológiai külön program, és láthatjuk a vízszintes tengelyen az idő, tengelyt, és ezen 3 függőleges vonalat. Az első függőleges vonal a DHS, tehát az első biológiai természettörvény megvalósulása. Nyilván, hogy külön a második törvény nem indul el. Ahhoz, hogy az elinduljon, ahhoz benne kell maradjak a konfliktusban. Igen, kérem. Tehát ha lezárjuk a napjainkat békével, akkor nem lesz folytatás. Ha viszont nem zárom le békével a napjaimat, akkor eldönthetem, hogy egy napot, egy hetet, egy hónapot, vagy 10 évet ülök egy konfliktusban, és ez mind a konfliktus aktív szakasz lesz, amit itt látunk az első és második függőleges vonal között. Amikor megoldottam a konfliktust, a KM a konfliktus megoldása, akkor jön a megoldást követő fázis, mondhatnám úgy is, hogy gyógyulási fázis, aminek, amint látjuk, 3 szakasza van, az exudatív, az epileptoid krízis és a hegesedési fázis. Az exudatív fázisban fogjuk a betegségnek nevezett tüneteinket megélni, ami, mint mondtam már, a gyógyulásnak a jele, mert itt lesznek a gyulladásos tünetek, a duzzanat, a melegség, a pirosság, a fájdalom és a működés képtelenség, vagyis visszafogottsága, és ki ne szenvedne, akinek van egy gyulladt területe. Ráadásul a duzzanat nem csak a szervi szinten jelenik meg, hanem agyi szinten, ami fejfájást okoz, és akkor rögtön eszünkbe jut, hogy doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. Mit kapjak be, hogy ne szenvedjek? Kérem szépen, lehet a tüneteket, csillapító szereket bevenni,
de nem a tüneteket eltüntető szereket bevenni, mert minden tünetnek és minden dolognak értelme van. Az exudatív fázisnak pontosan az az értelme, hogy helyreállítja a biológiánk mindazt, amit a konfliktus aktív szakaszban a cél elérése véget megtett. Mert a konfliktus aktív szakaszban mi már, ahogy elszenvedtük a DHS-t, kapunk egy biológiai segítséget, egy választ arra, amit én nem tudtam érzelmi szinten megoldani. És itt jön be az, hogyha egy súlyos önleértékelést éltem meg valamilyen szinten, akkor lebontja a szervezetem tünet nélkül, fájdalom nélkül, konfliktus aktív szakaszban mindazt, amit én úgy éltem meg, hogy ez nem jó, nem biztosítja a túlélésemet. Ezt a biológia így fordítja le. Tehát ami nem jó, azt le kell bontani. Fájdalom nélkül lebontjuk. Megoldom az önleértékelési konfliktusomat. És erre vissza fogom építeni azt, amit lebontottam, természetesen többet, mint amit lebontottam, de itt már megjelenik a fájdalom. Vajon miért? Nem szivatásból, pontosan azért, hogy a kedves beteg maradjon otthon, pihenjen le, és engedje meg a biológiájának, hogy visszaépítse mindazt, amit lebontott. És természetesen, hogy itt jelenik meg a gyulladás, a fájdalom, stb. Az epileptoid krízisben viszont az önleértékelési konfliktusoknál, hála Isten, eltűnik a fájdalom, majd újra jelentkezik a hegesedési fázisban, amikor is megerősödnek azok a szövetek, amik az exudatív fázisban még egészen lazák voltak. Egy pillanatra hadd állítsanak le, édes Karesz. Azt mondtad, hogy az epileptoid krízisben hál' Istennek leállnak a tünetek. Viszont ki nem élt volna már meg az általad említett önleértékelési konfliktust? Fáj, fáj, fáj. Ó, most nem érek rá, most dolgozom, most... Majd, ha egy kicsit jobban fáj, akkor majd elmegyek, és megnézettem, mi lesz, mi van a hátammal, ha mondjuk egy hátfájásról beszélünk. Aztán addig halogatjuk zömében ilyenkor az esetek többségében a dolgot, míg egyszer csak hip-hop elmúlik. Na. Ez az általános emberi hozzáállás, és amikor eltűnt, akkor igyekszem behozni mindazt, amit addig, amíg a hátam fájt, nem tudtam megtenni. Ilyenkor úgy érzem, hogy szárnyakat kapok. Igen. Gyorsan próbálom pótolni a takarítást, a hűtő tisztítást, a mindenféle egyéb feladatokat. Aztán, amikor ennek a szép, de valószínűleg túlhajszolt időszaknak vége van, akkor még nagyobb erővel tör ránk a fájdalom, és ebben a hegesedési szakaszban viszont erőtlen is vagyok, tehát itt a gyengeség teljesen órá lesz rajtam. Jó lenne ezt tudatosítani, és nagyon fontos az öt természettörvény megértése, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez nagyon, de nagyon fontos. A tapasztalatom az, hogy nagyon sok ember azt gondolja, hogy én ezt már hallottam, nem kell, ezt mindig ugyanaz az öt törvény van, ezt már én tudom. Igen, rájönnek bekapcsolódni majd, ha jön a lényeg. Igen, meg majd a fórumban megkérdezem, és gyorsan elszaladok. Most nyilván azoknak mondjuk, akik nem így döntettek, tehát ez egy kicsit igazságtalan a részemről, remélem senki nem véli meg önleértékelésnek, hogy igaza van Rikának. De a második természettörvénynek pontos ismereteim szerint a lényeg az, hogy minden két fázisban zajlik. Szeretném ezt tudatosítani mindenkiben, hogy abban a pillanatban, amikor mondjuk egy hosszantartó csontfájdalom pár napig teljesen megszűnik, akkor tudjuk beazonosítani, hogy ez az epileptoid krízis csendszünete, ami alatt ugyan én tünetmentes vagyok, de még a program nem futott le teljesen. Jó lenne ezzel tisztában lenni, és nem megijedni a visszatérő fájdalomnál, ha már ma az önleértékelésről beszélünk. És ezáltal egy újabb önleértékelést elindítani. Pontosan ide akartam kiukadni, hogy a természettörvények nem ismerete azért nem mentesít bennünket ezek alól, tehát jó lenne mérehatóan megismerni a germán gyógytudományt, és tisztában lenni azzal, hogy az éppen aktuális futóprogramom melyik szakaszban van. Ha be tudom azonosítani, akkor már remény teljesen nézek a jövőbe, hogy igaz, hogy most nem fáj, de még egy picit fájni fog, és aztán vége. És ezért nagyon jó, hogy ezt felhoztad, Réka, mert
megint csak azt tudom mondani, hogy külön webkonferencián foglalkozunk azzal, hogy miért akad el a gyógyulásunk. Miért szenvedek már 15 éve? Ezre mindjárt választ fogunk kapni a továbbiakban, de azt tudni kell, hogy azért az epileptoid krízisben a többi biológiai programnál igencsak komoly fájdalmak lépnek fel, görcsök, tüdőembolia, szívmegállás, mindenféle egyéb mélyvénás trombózis és egyéb kellemetlenségek, tehát kitől függ ez? Megint csak tőlem függ, mennyit ültem a konfliktus aktív szakaszba, ez eldönti, hogy mennyire fogok szenvedni a gyógyulási szakaszban, vagyis a megoldást követő fázisban. Az epileptoid krízisnek az a lényege, hogy az agyi relé víztartalma kipréselődik, szöveti szinten is a víz kipréselődik, ezért szűnik meg a fájdalom a mozgásszervekben, mert ugye nem feszül tovább a víz miatt, és a vizeletem gyakoribb lesz és bőségesebb lesz, mint ami volt azelőtt. A hegesedési fázis viszont nagyon erős tüneteket fog hozni, mégpedig olyan értelemben, hogy súlyosan erőtlennek, fáradtnak, gyengének, kifacsart mosogatóronynak érzem magam, mert ez pont azért szükséges, hogy be tudja fejezni a biológiám a történetet. És már jó a kedvem, már van étvágyam is, csak nagyon, de nagyon-nagyon fáradt vagyok. Ez az extrém fáradtság jellemző a hegesedési fázisra. Ezeket csak azért részleteztem, ha valakinek ilyen tünetei lennének, akkor tudja, hogy éppen hol tart, és egy webkonferencián Réka a második természettörvényt, a remény törvényének nevezte, hiszen ha tudom, hogy hol tartok, akkor már tudom, hogy mikor lesz vége. Csak el ne akasszuk tudatlanságból a gyógyulási folyamatunkat. A koponya CT-n is követhető, hogy hol tartunk, hiszen a baloldali képen azt látom, hogy milyen a megoldási szakaszban a koponya CT, a jobboldali képen épp a konfliktus aktív fázist látom, vagyis azt a céltábla-szerű becsapódást, ami a CT-képen látható. A harmadik természet törvényben megtaláljuk azokat az összefüggéseket, amelyek megmagyarázzák számunkra, hogy miért történik az, ami történik a konfliktus aktív és a megoldás követő fázisban. Vagyis igaz, hogy 1985-ben Hammer doktornak a kardjai közt meghalt a felesége is. Igaz, hogy elvették, visszavonták a működési engedélyét, tehát már a megélhetése is kérdéses volt. Ő mégis folytatja a kutatást, és ekkor fedezi fel a harmadik természettörvény számunkra, csak hogy azért legyen elképzelésünk arról, hogy ki is ez a Hammer doktor, és milyen elképesztő körülmények között jött rá mindarra, amit az emberiségnek átadott. Az embriológiába visszalapozva, ugye ebből mindannyian vizsgáztunk, akik orvosi egyetemet végeztünk, illetve hát állatorvosok, biológusok szintén tudnak az embriológiáról, tehát ebben az egyetfejlődésről van szó. Tisztázható minden, hogy mi, miért és miért úgy történik. Hiszen a testünk sejtekből van felépítve, amely sejtek működnek, míg élünk. Tehát a túlélésért vagy sejteket fogok szaporítani, vagy sejteket fogok sorvasztani, vagy működést fogok fékezni, gátolni, és ennek a fordítottja fog megtörténni a megoldást követő fázisban, ahogy azt itt látjuk. Ugyanakkor láthatjuk azt a négy szintet, ami az idegrendszernek a felépítésére jellemző. A legősibb rész az agytörzs és a kisagy, ezek együtt az ős agyat képezik, ezek mindig sejtszaporítással indítják a rájuk vonatkozó programokat sejtszinten. Az agyvelő és az agykéreg viszont sejtszintű sorvasztással indít, és a visszaépítés a megoldási szakaszban történik meg. Ez az embriológia tehát egyetfejlődést jelent. Azt jelenti,
azt a 9 hónapot, amit az anyamében töltöttünk el a megtermékenyítés pillanatától egészen a megszületésünkig. A baloldali képen láthatjuk a csira lemezeket sárga, narancs és piros színnel jellemezve, hosszanti és keresztmetszetben is, meg a 3 színű nyilat, ami mutatja, hogy nagyjából és csak szimbolikusan milyen konfliktus típusok tartoznak az adott csiralemezből származó sejtekhez. A sárga színnel jelzett belső csiralemez a falat konfliktusokat fogja megoldani számunkra, vagyis az életfeltételek biztosítását, mert a túlélésünkhöz szükségünk van táplálékfalatra, ezért van ott a tápcsatorna, szükségünk van levegőfalatra, vízfalatra, fényfalatra és hangfalatra. Ezeket a sárgával jelzett agytörzs, mint irányító központ irányítja, mindig előbb sejtet szaporítunk, majd lebontjuk a megoldásban. A kisagy, amint mondtam, ez is még az ősagyhoz tartozik, ő is sejtszintű szaporítással indítja a programjait, és mindig a támadási, bemocskoltsági, gondozási konfliktusok lesznek azok, amelyek ide csapódnak. A kisagy a mezodermából származó sejteket, mégpedig az ősi mezodermális sejteket irányítja, tehát ezek is előbb szaporodnak, majd sorvadnak a megoldásban. Ezek a sejtek alkotják az irha rétegeit, a burkokat, valamint a mellnek a tejtermelő sejtjeit. Mell tejtermelő sejtjei, hála Istennek, tejet termelnek, amúgy az irhában levő mirigyek, verejtékmirigyek, azok verejtéket termelnek, a fagyúmirigyek pedig fagyút, de hát a tejtermelő mirigyeink embriológiailag az irhához tartoznak, és ezért konfliktus aktív szakaszban, vagyis amikor egy gondozási konfliktust élünk meg, mindig az emlőmirigyek felszaporodása fog megtörténni. Ez azt jelenti, hogy túlzásba viszem az aggódást egy szeretett lény sorsa miatt. És itt már megjelenik, hogy jobbkezes vagyok, vagy balkezes vagyok, vagyis megjelenik az oldaliság, hogy anyagyerek vagy partner oldali az én konfliktusom. Szintén a mezodermából származnak azok a sejtek, amelyek többnyire a mozgással kapcsolatos szerveinket építik fel, ezért látunk a középső babában egy csontvázat ábrázolva. Ennek az irányító központja már az agyvelőben látható, ott a piros réteg alatt látjuk piros satírral a narancssárga részt, illetve a fenti két kép közül a baloldali az, ami hát érdekes számunkra. Ezen a képen azt az agyi térképet látjuk, amin megjelenik az egész szervezetünk a fejünk tetejétől a kislábunk ujjáig. Vagyis testünk minden részének van egy agyi képviselete, ahova becsapódik az a konfliktus, illetve becsapódik az a megrázkódtatás, az a félelem, ami önleértékelést okoz számunkra. És ez lehet akár egy igazságtalanság, és ez a nyakamat fogja érinteni, vagy én voltam igazságtalan valakivel, furdal a lelkiismeret miatt, ez a vállamat fogja érinteni. Pont ezt látjuk berajzolva kék és lila csillaggal a baloldali felső képen, és viselkedésváltozások is alakulnak ki, hogyha mindkét oldalon megérem az önleértékelést, anya-gyerek, illetve partner oldalon is. És ez már a megalomán konstelláció lesz, ami egyfajta viselkedésváltozás. Tehát értsük meg, hogy az önleértékelés önpusztítást jelent, és ez, mint jeleztem, a mozgással kapcsolatos szerveiket érinti többnyire, vagyis benne van az, hogy a csont, az ízület, az izom, az izmokat ellátó erek és a kötőszövet, amihez a zsírszövet is tartozik, de ide tartozik a szív-izomszövet, ide tartozik a vesének a parenkimája, és ide tartoznak az ivarmirigyeknek a hormontermelő sejtjei is. Nos, a piros színnel jelzett nyíl és a piros baba az ektodermából származó, külső csiralemezből származó sejtjeink irányát mutatja,
Ezeknek egy része létrehozza a kültakarót, vagyis a bőrnek a legfelszínesebb részét, ahol az elválasztási konfliktusok fognak szervi szinten megjelenni. Egy másik része az ektodermális sejteknek, így idézőjelben mondva, csöveket fog bélelni, és ez lesz például a szívkoszorú ereknek a bélése, ez lesz az epe kivezető csatornának a bélése, ez lesz a hasnyálmirigy kivezető csatornának a bélése, a nyelőcső alsó egyharmadának, a gyomor kisgörbületének a bélése, és ugyancsak ektodermális lesz a végbélnek a borítása, vagy éppenséggel a tejkivezető csatornáknak a bélése, borítása is. Ebből az ektodermális laphám nyálkahártyából alakul ki. Tehát ami belül van, az már nyálkahártya, ami kívül van, az elszarusodott laphám. Többnyire ennyi mondok el a röviden ezekről a dolgokról. Nyilván, aki még nem volt egy webkonferencián, annak ez egy nagyon tömény információ áradat, de mondjam úgy, hogy felhigítva részletesebben mindenről lehet tájékozódni a weblapon, van külön a falatkonfliktusokról, a vélt vagy valós támadásról, az önleértékelési konfliktusokról, a birtok és elválasztási konfliktusokról, összefoglaló előadás és külön részletek is. Nos, a krónikus betegségeknek az egyetlen oka a fel nem oldott konfliktus. Igen, kérem szépen, mert kérdés, meddig ülök a konfliktusban, akkor a felső rajzon láthatjuk a függő konfliktus aktivitást, és ez azt jelenti, hogy folyamatosan sejtet építek, vagy folyamatosan sejtet bontok, vagy folyamatosan történik meg a működés változása, egy működésnek a blokkolása, ami cukorbetegséghez, izombénuláshoz, vagy egyéb ilyen szépségekhez vezet. Policiklikus lefolyás azt jelenti, hogy ritkábban kerülök sínre. Tehát az a bizonyos programom ki tud futni, és be tud fejeződni. Aztán megint sínre kerülök, és megint elindítom, de lehet, hogy ugyanazt a dolgot élem meg, csak más személlyel kapcsolatban. Eddig aggódtam a gyerekemért, csináltam egy meldaganatot. Rendben van, megoldódott a dolog, most aggódok az anyámért, csinálok egy másik meldaganatot. Aztán aggódok a páromért, vagy a barátnőmért, csinálok egy harmadik meldaganatot. Mind kéne változtatni, hölgyeim, az aggódáson. Vagy mind kéne változtatni, uraim, a bosszankodáson. A függő gyógyulás viszont azt jelenti, hogy nem tud kifutni a program. Állandóan ott maradunk a piros zónába, rövid időszakokra megszakítja a gyakran érkező sín, vagyis konfliktus aktív szakasz, de szenvedünk a gyulladásos tünetektől, hol erősebben, hol gyengébben, és hát ezeket akkor lehet autoimmun, vagy gyógyíthatatlan, vagy ismeretlen betegségeknek nevezni. A negyedik természettörvényben Hammer doktor arra mutat rá, hogy a gyógyulásban nem vagyunk egyedül. Ott vannak a bennünk élő baktériumok, a gombák, gombabaktériumok és vírusok. Ezek csíralemezhez kötötten segítenek nekünk a gyógyulásban, vagyis a falatkonfliktusoknál, amit az agytörzs irányít, mindig a gombák lesznek azok, amik segítenek lebontani a felesleges sejteket. A kisagyi támadás, gondozás, konfliktusoknál a gombabaktériumok fognak segíteni számunkra. Az agyvelő által irányított önleértékelési konfliktusokban a baktériumok segítenek visszaépíteni dolgokat, és az agykéreg által irányított programokban a vírusok segítenek visszaépíteni dolgokat. Elég ha arra gondolunk, hogy kimutatják a humán papilloma vírust, ami csupán csak annyit jelent, hogy elakadt, függő gyógyulásban maradt a féltékenységi programom. Én nem hiszem, hogy féltékenységre van oltás. Én úgy gondolom, hogy a féltékenységet egy másik szinten kéne megoldani. Vagy bosszankodásra van oltás, vagy a bosszankodást egy másik szinten kéne megoldani, hogy a hepatitis C eltűnjön. Tehát lehetne ezt folytatni tovább, de mit ad Isten, amit Hammer doktor már 87-ben leírt, az kérem szépen visszaigazolás nyer az idei évben, május 29-én,
mert kimutattak 528 féle baktériumfajta daganatokban. Képzeljük el, na hát, és erre kellett várni egészen idáig. Vajon eddig miért nem találták meg ezeket? Vajon mit akarnak azzal, hogy új rákterápia jöhet? Igen, kérem, azról van szó, hogy a kemoterápiának már igencsak lemenőben kéne legyen a csillaga, mert az emberek rájöttek, hogy mérgezéssel nem lehet gyógyítani. Mérgezéssel meghalni lehet, de gyógyulni nem. A baktériumokkal való, hát hogy mondjam, kacérkodás, ez már egy újabb lehetőséget nyit az akadémikus orvoslás számára, hogy akkor most már kinevezzük a bennünk élő baktériumokat az összeset ellenségnek, rákkeltőknek, biztos ők lesznek, akik a rákot keltik, és nem ők azok, akik segítenek lebontani számunkra a megfelelő sejteket, vagy segítenek visszaépíteni a hiányzó sejteket. Szóval, ha ismerik az öt természet törvényt és a negyediket is természetesen, akkor tisztán látunk ebben a témában is. Az ötödik természet törvény pedig az, amivel kezdtem, ha kinézzünk az ablakon, mindenki látja, hogy ami minden, ami él, az élni szeretne, legyen szó növényről, állatról vagy emberről, minden élni szeretne, és a DHS az a sarkalatos pontja az egész értelmes biológiai különprogramnak, amit ugye betegségnek neveznek, ami eldönti a konfliktus pillanatában, mi fog történni. És ezért, mert az én megélésem az egyetlen valóság számomra. De nem kell szerintem senkinek sem statisztikai kimutatás ahhoz, hogy minden élő lény a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd egy életen át. És mivel ezt nem nevezhetjük rossz indulatú történetnek, így van, Réka? Hát akkor természetes, hogy el kell felejtenünk az ilyen fenyegetéseket, hogy rossz indulatú betegségünk van, hogy halálos, hogy gyógyíthatatlan. Itt minden értelmet kap, amikor rájövünk, hogy mindennek értelme a túlélés és a faj fenntartása. Hámer doktor téziseit több helyen, több fórumon is igazolták, de 98-ban egy nagyon lényeges elismerés történt, mert egy orvosi egyetem igazolta azt, hogy Hámer doktornak igaza van. És ez a nagyszombati igazolás, a Nagyszombati Egyetem, a Szent Erzsébet Kórház onkológiai osztályán történt vizsgálatok, ezek nagyon komoly eredményt mutatnak fel. Németországi egyetem, a Tübingeni Egyetem, ahol Hámer doktor végezte a medicinát, és ahova beadta felülvizsgálatra a téziseit, mai napig nem végezte el hivatalosan, nem végezte el mindazt, amit el kellett volna végezzen, még törvényszéki határozat ellenére sem végezte el, mert ha belegondolunk abba, hogy mi lenne, ha mondjuk csak 1986-tól ezt tanítanák az egyetemeken, hogy mi minden változás következne be. Hát erről egy külön előadást lehetne tartani. Amint jeleztük, ugye a két agyi szinten történik meg a mai napnak a konfliktus megbeszélése, de előre szólok, hogy nem csak az agykéreg és az agyvelő szintjén, hanem lejjebb is fogunk menni, hogy lássuk, hogy milyen összefüggések vannak az identitás konfliktus és az ezáltal megélt élményeink között. Láthatjuk, hogy a koponya CT az az agyalappal párhuzamos síkokat jelenti, és ha ez mind kontrasztanyag nélkül történik, akkor tökéletesen láthatók a Hámeri gócok. Tehát CT-ről beszélek, nem egyéb vizsgáló képalkotó eljárásról, és kontrasztanyag nélküli natív felvételről beszélek. Csak emlékeztetőleg, a baloldali fali lebenyben találjuk a nőies birtokzónában a rémületfélelemnek a két reléjét, a szexuális konfliktust, az identitás konfliktust és a területkijelölési konfliktust. A jobboldali férfias birtokzónában találjuk a birtokféltés konfliktusnak a két reléjét, a birtokvesztés konfliktusnak a reléjét, a birtokbosszankodásét, valamint a területkijelölési konfliktusnak a reléjét. Ezeknek az ismertetése már a birtok konfliktusok
előadásban megtörtént. A mai nap azokról a relikről fogunk foglalkozni, amelyekről valójában szó van. És nézzük akkor, hogy az identitás konfliktus becsapódási helyét látjuk itten. Mi is az, hogy identitás konfliktus? A konfliktus szót azt hiszem nem kell magyaráznom, de egy pár gondolatot azért az identitás szó jelentéséről szeretnék mondani. Az identitás főnevet olyan létező dolog azonosságára értjük, ahol egy személy vagy egy dolog nyilvánul meg. Maga a szó, az identitás egy latin eredetű szó, amely idem et idem, újra meg újra ugyanaz jelentéssel bír. Vagyis az a lényeg, hogy újra és újra ugyanarra a következtetésre, ugyanabban a minőségben nyilvánul meg. Az identitás nem összekeverendő az önazonossággal, nagyon gyakran egy picit összecsúsznak a rokon értelmű szavak, ugyan, de az identitás azt jelenti, amivel azonosulok, azzal a minőségemmel, amely által én megkülönböztethetővé válok a fajtársaimtól. Egy nagyon fontos dolgot mondtál ki. Az, amivel azonosulok. Ez egy nagyon lényeges meghatározás. Az identitás tehát az összes alapvető tulajdonságunknak az összessége. Ennek segítségével önállóan vagyok elnevezhető vagy létező lény, és ezeknek a jellemzőknek, szerepeknek, azonosultságoknak a mentén vagyok elkülöníthető a hozzám hasonlóktól. Az önazonosság, ugye mondtam, hogy ez nem feltétlenül jelenti az identitásomat. Az önazonosság az egy személy vagy egy csoport saját magával kapcsolatos tudása, hogy tudja ki ő, hol van, milyen tulajdonságai vannak és mi a szerepe. Az önazonosság kérdésében nagyon érdekes kérdéseket tudnék feltenni, engedhessenek meg azok a mélyen szántó gondolatok nem kibontása, az időnk sajnos nagyon rövid erre, de mégis kikacsintok egy téma felé. Ön mivel azonos? Ön mivel azonosítja magát? Mi az önazonossága? Az ember, aki szenved, az ember, akinek problémája van, az a lény, aki nem találja a helyét, a családi szerepekkel, hogy ő a kicsi a családban, ő a család fekete báránya, ő a rossz, a jó, az okos, az ügyes. Fel kell tennünk a kérdést, hogy ki vagyok én, mivel vagyok azonos a lényem legbelső, esetleg szemmel láthatatlan részével, vagy azzal a burokkal, amit meg tudok fogni, aminek vannak paraméterei, amelynek van mérhető koleszterin szintje, vérnyomása, szívdobogása, stb. És identitást igazoló igazolványa, vagyis személyigazolványa. Így van, ezzel tudunk a legjobban azonosulni, azzal a képpel, ami rólunk kialakul másokban, vagy egy gépezet megörökíti a külalakunk jelenlegi formáját. Igen. Amikor az identitásomban sérülök, akkor olyan kérdések merülnek fel, hogyha én ezzel azonosítottam magam, ezzel a szereppel váltam egyé, akkor én most ki vagyok és hol vagyok. Azt hiszem, hogy itt az anyagi önmeghatározás, vagy a szerepek szerinti önmeghatározásnak a hiányosságát mindenképpen fel kell tárnom. Hogyan lehet identitás konfliktusa például egy gyereknek, amikor azt mondják, hogy olyan vagy, mint egy fiú, vagy mondják egy kislánynak, vagy egy kisfiúnak, azt mondják, hogy olyan nyaf és nyávogos vagy, hisztis vagy, mint egy kislány. Az identitás konfliktus megjelenhet családon belül például a gyerekek hierarchikus rangsorában, igen, hogy ki a főnök, de én vagyok a nagyobb, nekem több jár, hazahoztak egy kicsi bőgő büdös masinát, aki senkit nem hagy pihenni, és ráadásul körülötte forog a világ, mindenki a babát akarja látni, de hát igen, én voltam itt hamarabb, vigyük vissza a kórházba, hallunk ilyen történeteket. Aztán, ha mondjuk egy családban maradunk, és ellentétes nevelési struktúrát, nevelési irányt szeretnének a szülők képviselni, vagy netán a szülők elválnak, és egy új családtag érkezik, egy nevelőszülő, akkor felmerül a következő kérdés, hogy kinek fogadjak szót, kinek a gyereke vagyok, kinek mondjam azt, hogy anyu vagy apu.
nagyon sokszor vannak ilyen identitás problémák, hogy összejátszunk anyuval vagy apuval, ezt neki el nem mond, de milyen gyerek vagyok én, ha titkaim vannak anyukám vagy apukám előtt, milyen ember vagyok, hogyha elfüllentünk bizonyos történeteket, kihez kötődjek, kihez ne kötődjek, főleg elvált szétszakadt családokban, elvált szülők gyerekeként szétszakadt családokban érezheti ezt az érzést, mert szeretne az anyukája pártját fogni, de mondjuk az apa új társát is szeretni, de itt van egy ilyen identitás kérdés, hogy akkor én most kihez tartozom, kit szerethetek, kinek mit mondhatok el, stb. Ez a kihez tartozom, hol lakom én igazán, nagyon sok olyan történetet hallunk, hogy a szülők nem tudnak megegyezni a gyerek elhelyezés témakörében, és egy hét itt, egy hét ott, gyakorlatilag nem alakul ki sehova egy tartós kötődés, hiszen mire megszoknál, mert tovább kell állni. A kamaszoknál is van egy ilyen identitás zavar, hogy én akkor most gyerek vagyok, felnőtt vagyok. Nyilván mindegyik kamasz ilyenkor szeretne mini felnőttnek feltűnni a családi berkekben, felnőtt jogokat és gyerek előjogokat szeretne megszerezni. Az én képzavarok is egy identitás konfliktushoz vezetnek nagyon gyakran, de hát az identitást külső szerekkel is próbálják megerősíteni, hogy én már felnőtt vagyok, gondolok itt a túlzásba vitt festésről, sminkről, a tetoválások is egy identitást mutatnak, hogy én már ehhez a csapathoz tartozom, én már nagy fiú vagyok, nagy lány vagyok, az öltözködéssel is kimutathatunk valamilyen identitást, gondoljunk csak arra, azokra a helyzetekre, amikor vagy nagyon drága, vagy státuszszimbólum megjelenő ruházati termékeket vásárolnak, mert ezzel akarják az identitásukat mutatni, hogy nekik van erre is keretük. Tudatmódosítószerek, itt a, gondoljunk csak arra, hogy a bulikon a felnőtt vagyok, nagy vagyok, már mindent megengedhetek magamnak féle hozzáállás, az milyen szerekhez kíséri a fiatalt. De itt vannak a szabadidős programok is, például az identitás kérdése, hogy hol nyaralunk, kik vagyunk, merre mehetünk, mit engedhetünk meg magunknak. Igen. És itt ez megnyilvánul például a vásárlási lázban, ez egy nagyon komoly probléma lehet. Vagy ha maradjunk még mindig a családnál és a kamaszoknál, nagyon gyakori a lázadás, a különböző feszültségek felvillanása, és ilyenkor egy anya elgondolkodhat azon, hogy kinek adjon igazat, a gyereknek, vagy a férjének, a gyerekapjának, vagy hallgasson-e arra, amit a család távolabbi tagjai mondanak. Vagy karácsonykor van egy ilyen nagyon érdekes kérdés a friss házasoknál, hogy kinek az anyját látogassuk meg hamarabb. Itt is van egy identitás program, hogy hát én nagyon szeretem az anyukámat, nem mehetünk el csak majd karácsony harmadnapján oda. Főleg akkor van gond, amikor a rokonok egészen messze laknak, és a karácsony azzal telik, hogy körbeutazzuk fel Magyarországot, hogy mindenkinek személyesen kívánjuk boldog karácsony. És hát tudjuk, hogy főleg ilyenkor vannak elhíresültebb viták, igen, vagy morgások, vagy sértődések. Az identitás kérdéskörébe tartozik az is, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a korunkhoz, a státuszunkhoz illik valamilyen viselkedési mintát felhozni, és nagyon gyakran hallom például a gyermekgyógytudomány alapszintű képzésre, a meghívó olvasása után sok ilyen levél jön, hogy nem vagyok én már túl öreg ahhoz, hogy tanuljak, meg hogy fogok tudni ott ülni, hiszen én már ennyi, meg annyi éves vagyok, és azzal, hogy a korommal, azzal az évszámmal azonosítom magam, és ennek függvényében próbálok gondolkodni, ez nagyon sok új és új lehetőségtől vág el bennünket. Ez nagyon-nagyon jó volt ez az összefoglaló, és tényleg ezt tapasztaljuk, hogy amikor valaki azonosul a korával, akkor el is vágja maga előtt azt a lehetőséget, hogy ő még egyáltalán tanulhat, vagy gyógyulhat, mert hát ez az öregséggel jár. Igen, illetve a tanuláshoz
asszociáljuk a gyerekkor fogalmát, hogy ez kötelező, hogy ez nem szerettük, hogy ez nyögvenyelős, vagy számonkérés, hogy utána majd megbüntetnek, lesznek nálunk jobbak, akivel szemben meg önleértékelést élünk meg, mert ő az okos, a jó, én a kis kevésbé okos, és kevésbé jó, és ez már be is kötelez bennünket egy társadalmi pozícióba, egy szerepbe, és fontos lenne ezeket a kereteket átgondolni. Valójában kinek az érdeke, hogy megtanuljam, hogyan tegyem rendbe a biológiai testemet, az életemet, gondolkodásomat és a viselkedésemet. Így van. És mint mondtam, nagyon tetszett ez, amikor megemlítetted, hogy az identitások valójában azonosultságokat jelentenek. Magyarul azt, hogy azonosultság jobban értjük, mint azt, hogy identitás, a számunkra egy idegen szó. Igen. És az azonosultságnál kiemelném, hogy hát minden ember azért tud azonosulni a tudásával. Hát ez az én tudásom, ez az én mesterségem, ebben ne szóljon bele más. Így van. Tudok azonosulni a családi szerepemmel, vagy éppen a munkahelyi helyzetemmel, a tehetségemmel. Tudok azonosulni azzal, hogy én egy csapatnak a tagja vagyok, és ott van egy elfoglalt helyem. Mert emlékszel egy esett történetre, mekkora konfliktus volt, amikor az illetőt leváltották, és már nem ő lett a csapatfőnök. És tudok azonosulni az igazságommal, mert ez az én igazságom, ugye, az én igazságom, és ez az azonosultság is igencsak komoly problémákat fog fölvetni, vagyis azt láthatjuk, hogy az identitás kérdése az nem egyszerűen csak arról szól, hogy kinek adja igazat, az apunak vagy az anyunak, itt sokkal több dologról is beszélhetünk. De itt van egy következő konfliktus, amiről viszont már beszéltünk egy egész webkonferenciát, ez pedig a birtokbosszankodás. Felhívom mindenkinek a figyelmét arra, hogy a bosszankodás és a rágódás 12 biológiai következményéről van egy webkonferencia, amit egy hónap alatt már több mint 32 ezeren néztek meg, és szerintem nem véletlenül. Nem csak azért, mert a bosszankodás egy nagyon gyakori reakciónk valamire, mert ez csak egy biológiai reakció, hanem azért is, mert abban az előadásban biza megoldásról is szó van. És kit ne bosszantana az, hogyha van egy riválisom, aki éppen már a házon belül van, vagy valaki, hát hogy is mondjam, igencsak csapja a szelet a páromnak. Hát egy idő után ez ugye bosszantó lesz, vagy rögtön az első alkalomkor, mikor ez kiderül. Tehát itt a bosszankodás, a birtok bosszankodás azt jelenti, hogy az illető már birtokon belül van, és ezért jelent számomra a bosszúságot, mert itt zavarja azt a pozíciómat, mondjam úgy, hogy azt az identitásomat, ami valójában megvan. Csak hogy lássuk, hogy miért fog összekapcsolódni az identitás a bosszankodással. Ezek valahogy így kéz a kézben járó történetek, legalábbis az esettanulmányok és a konzultációk ezt egy az egybe igazolják. Az a gond, hogy az emberre valahogy még mindig ilyen elemenként gondolunk, és az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan ott követik el a legnagyobb hibát, hogy vegytisztán közölnek, vagy vegytisztán gondolnak csak egyetlen egy konfliktusra. Ha valaki igazán ismeri a germán gyógytudományt, akkor az első természettörvénynél már tisztázódik számára, hogy a saját megélése lesz a beteg számára az egyetlen igazság, és a beteg szót én most idézőjelbe tenném, hiszen mindenkinek vannak konfliktusai. Tehát konfliktusmentesen nem feltétlenül tudunk 120 évet leélni. Minden egyes helyzetben, már maga a születés is egy konfliktus lehet, hogyha ezt úgy éli meg a gyerek, tehát ezért mondom azt, hogy olyan ember nincs, akinek legalább egyszer nem volt egy darab konfliktusa. Mert különböző helyzetekben élünk, különböző helyzeteket tapasztalunk meg, gondoljunk csak az iskolai, az óvodai beszoktatásra, a szobatisztaságra, az első lépésekre, rengeteg ilyen helyzet van, tehát a konfliktusokat hárítani, hogy na hát nekem egy sincs, az egy nagyon nagyfokú önvédelemre ad lehetőséget.
Hogy miért van szükségünk önvédelemre? Mert rengeteg olyan dolog van az életünkben, ami bosszant, ami velünk történik, ami a birtokon belül van, az én életem, az én környezetemben történik velem, és ezzel én nem vagyok kibékülve. Miért nem vagyok kibékülve? Mert biológiai szinten úgy élem meg, hogy veszélyezteti az életem. Pontosan. Ez a lényege a biológiai félelemnek. Aztán erre a válaszom az lesz, hogy bosszant. Azt is szeretném kifejezni, vagy hangsúlyozni és aláhúzni, hogy amennyiben megismerem a germánygyógytudományt, és nem csupán egy logikus rendszert látok benne, mert ez is, hanem tovább nézek, és megértem teljes mértékben és mélységében ezt a rendszert, akkor azt is látom, hogy nem lehet csak egy szervvel foglalkozni, mert ez van és kész, pont. Ez az ember, akivel beszélünk, annak rengeteg megélése van, több szerven lehet egyszer futó program, uram, bocsát, többféle konfliktusa lehet egyszerre azonos időben, és ezt az egészet, mint komplex egységet kell tekintenünk. Abban a pillanatban, amikor a biológiai test működéséről beszélünk, mert a germánygyógytudománynak van további mögöttes üzenete is, ezt most nem biztos, hogy ki fogom tudni bontani, de már maga az ötödik természettörvény is egy picivel tovább mutat, hogy mindennek értelme van, még az aktuálisan futó programomnak is, és ennek az értelemnek a megtalálása biológiai szinten, érzelmi szinten és gondolkodásbeli szinten is értendő, ahhoz, hogy ne kerüljek újra és újra ugyanebbe a helyzetbe, ne éljek át folyamatosan mindig ugyanolyan konfliktusokat, ahhoz szükségem van a változásra. A változás pedig érzelmi és gondolati szintű változtatást is jelent. Hogy nehogy gondoljak magamra, mint egy olyan szegény lényre, akinek a birtokán a rivális az életét veszélyezteti. Nézzük csak a birtokbosszankodás szempontjából. Mindannyian, bárki bármikor megélhet egy ilyet. Ha gyerekkorra utaltam az előbb, akkor a kis testvér megérkezése is egy ilyen birtokbosszankodás, hiszen itt van bent, az én szobámba tették be. Engem is felköltenek akkor, amikor ő sír. Hallom, hogy állandóan nyafizik. Hallom, hogy anyu utána szalad, és állandóan őt tartja az ölébe, és nem engem. Aztán, ha kicsit nagyobb a kis testvér, elveszi a játékom, a kedvenc plüsmacim. Vagy ugye az előbb a szétvált, elvált családok esetében a nevelőszülő, aki itt van az én területemen, ide költözött ez a férfi anyuhoz, most már nem tudok bármikor bemenni anyu mellé bebújni az ágyba, ha mondjuk félek éjszaka, mert ő alszik anyuval, ő nem is az anyukám, nem is az apukám, nagyon sokszor irigykednek az új társra, és ezt vetétásként tekintik, mint akivel versenyezni kell, és ennek az új családtagnak a jelenléte az én területemen belül, az én otthonomon belül is már bosszant, de itt az óvodai, iskolai vetétársakat is be lehet sorolni, ezekkel megélt konfliktusok, vagy vannak olyan baráti kapcsolatnak nevezett kortárs kapcsolatok, amikor valaki civatnak, ugratnak, lejáratnak, blőd dolgokat mondanak róla mások előtt, és nem tudja megvédeni magát, mert olyan a helyzet, hogy, vagy nem elég bátor, mert ugye önleértékelésben éli az életét, lássuk, hogy ezek összekapcsolódnak, nem lehet vegytisztán beszélni egyetlen konfliktusról. Nagyon érdekes az, ahogyan a vetétársakkal foglalkozunk, legyen ez egy iskolatárs, egy barát, testvére, kisebb vagy nagyobb testvére, aki állandóan ott van és zavar bennünket a beszélgetésben. De néha birtokbosszankodás lehet egy tanár, aki állandóan megzavar a nem figyelésben, mert éppen a barátaimmal csökkeltem a Facebookon, a matek órán, és hát ez a tanár, ez pont mindig akkor szólít fel, amikor én nem tanulok, és mindig engem szégyenít meg a többiek szeme láttára, az én bandám előtt mond valami rosszat rám, és itt van a bosszankodás. De birtokbosszankodás konfliktust megélhetek akkor is, hogyha az interneten valaki nyomul a szeretteimre,
és a zaklatás témaköre, ez az internetes zaklatás témaköre itt sajnos szóba jön, de ha felnőtt ember birtokposzonkodási konfliktusáról beszélünk, akkor lehet egy barát, egy kolléga, egy rokon, egy szomszéd, egy ismerős vagy a főnök, aki folyamatosan bosszant a területemen belül, rám tör, nem hagy békén, folyamatosan bosszantó megéléseim vannak, a saját általam eddig biztonságosnak hitt élettelemen belül. Azt hiszem, bőséges példát adtunk erre, hogy mit jelent az esetekre. Na és mi van akkor, amikor ez a kettő együtt van, és akkor már agresszív konstellációról beszélünk, és mint tudjuk jól, ha a baloldali, vagyis az identitás konfliktus kerül sínre, az aktív konfliktus, akkor lezár a nőies birtokzóna, megjelenik a mániás viselkedés, és megjelenik az agresszív viselkedés. Hát ez lesz az, amikor a gyerek az áruházba leveri magát a földre, és ott toporzékol, mert bosszantja az, hogy nem kapja meg azt, amit éppen ő meg szeretne venni, mert az neki jár, igen, úgy gondolja, és itt van a konstelláció, és rögtön megnyilvánul egy agresszív viselkedésben. Ez egy kiszámíthatatlan robbanás, egy örgyöngés, egy álmokfutás képében is jelentkezhet az agresszív konstelláció, de a különben mindjárt dűbe jövünk, vagy nem tudom, mi volt ennek a filmnek a címe. Szóval ez is arról szól, hogy csak egy nyomógomb kell, és onnantól beindul a verekedés. Ez nagyon, de nagyon gyakori történet, mert az identitásában, vagyis a magáról kialakított képét az embernek, ha megpiszkálják, akkor természetesen az agresszív viselkedés fog megjelenni. Depresszív formában viszont önmagával szemben nyilvánul meg az agresszivitás, és bele fog kényszeres evésbe, vagy éppenséggel felvagdossa a bőrét, öncsonkító műveleteket végez, nem öngyilkosságot, félre ne értsük, csak öncsonkító dolgokat fog az illető végrehajtani, ha depresszíven éri meg az agresszív konstellációt. A lényeg a következőkben, hogy megértsünk még egy lényeges konfliktust, mégpedig a birtokféltés konfliktust, mert látni fogjuk, hogy itt mik hogyan kapcsolódnak össze. Ugye a birtokféltés az azt jelenti, hogy valami, amiről azt hiszem, hogy az enyém, hogy hozzám tartozik, az veszélybe kerül, és megjelenik bennem a félelem. Mindig a félelem az az érzés, ami aktiválni fogja a biológiai programjaikat, ezt vegyük észre. És ezért lesz az, hogy egy gyerek számára a birtok az a játéka, és ha megjelenik egy vendéggyerek, és azt mondom a gyereknek, hogy szépen a játékodat, hát te vagy a nagyobb, meg az okosabb. Persze, hát hogy ő ne. Ő a vendég, és a vendégnek minden szabad. Neked nem vagy vendégnek, ne, igen. Na most ez hogy éli meg a gyerek? Hát ha neki szabad, nekem nem szabad, akkor ki kicsoda itten, és mi az, hogy elviszi a játékomat? Hát amikor ez az enyém, szóval teljesen érthető lesz, hogy a gyereknek megjelenik a birtok féltés konfliktusa, és majd meglátjuk, hogy ezek milyen szépen tudnak összekapcsolódni, hogy milyen viselkedés változások jelentkeznek. Ugyanez van akkor is, amikor jóháziasszony módjára a vendég gyerekhez közeledünk, és beszélünk hozzá, és jaj, milyen aranyos, és azt vesszük észre, hogy az amúgy addig teljesen önálló nagy kisgyerekünk, nagy óvodásunk, most hirtelen átmegy csecsemőbe, elkezd sírni, azokat a dolgokat, amiket eddig szívesen megtett, most nem teszi meg, belénk kapaszkodik, nem szól senkihez, és kicsit úgy viselkedik, mint egy kismajom, aki belé csimpaszkodik az édesanyjába, mert anyut akarom, anyu csak az enyém. Így van. Baráti körben, amikor többen vagyunk, és kis óvodásként játszunk, jön egy új gyerek, aki az újdonság erejénél fogva érdekesebb lehet, mint mi, és mindenki kíváncsi rá,
és próbálja a helyét megtalálni a kis csoportban, akkor van egy újabb birtokféltés, konfliktus, hogy ez az én barátnőm, menj innen, ne foglalkozz vele. És nagyon sokszor ez a birtokféltés megjelenik kisiskolás korban, amikor a tanítónéni a barátnője mellől elülteti a gyerekünket, akivel ő már óvodába is együtt volt, és most más egy gyerek mellett ül, aki majd el fogja szipkázni az én barátomat. Minden olyan helyet, amely biztonságot jelent számára, legyen az a kedvenc kispárnája, a csészéje, az ivópohara, a kedvenc macia, vagy nem csak helyről, hanem személyről is beszélhetünk, mert az anyu is egy ilyen védelmi zóna, attól fél, hogy elveszik tőle, valaki hozzányúl, kárt tesz benne, nem adja vissza. Tehát minden olyan hely, helyzet, személy, élettér, szerep, munka vagy eszköz, amit eddig a magaménak tudtam, és féltem, hogy el fogom veszíteni, hogy el fogják tőlem venni, hogy ez megszűnik, vagy egyszer csak valaki másé lesz, ezt birtokféltés konfliktusnak nevezzük. Amint látjuk, itt a birtokféltés konfliktusnál két relé is be van karikázva, és nem véletlenül. A felső az az izomrelé, vagyis a hörgő izomzatnak a reléje, az alsó pedig a hörgő nyálkahártya reléje. És ez azt jelenti, hogy annak függvényében, hogy milyen erősen éltem én meg ezt a konfliktust, lesz aktív, vagy csak a nyálkahártya relé, vagy mind a kettő. És ez meg fogja határozni a továbbiakban, hogy milyen konstellált állapotok fognak kialakulni. Ezeket a dolgokat azért vetettük föl, mert ennek is, a birtokféltésnek is köze van az identitás konfliktushoz, amint látjuk ezen a képen, itt csak a nyálkahártya relé érintett, és az identitás konfliktusnak a végbél reléje, mert ugye azt tudjuk, hogy az identitás konfliktus szervi szinten aranyeret okoz, mert a végbél nyálkahártyáját érinti. Nos, amikor ez a kettő együtt jelenik meg, van egy identitás konfliktusom, és van egy birtokféltés konfliktusom, hát akkor kérem szépen, magyarán megjelenik a szófosás, ami arról szól, hogy hát, bocsánat, magyarul beszélünk, és ez így a legérthetőbb mindenki számára. Biztos ismerünk olyan embert a társaságunkban, aki megjelenik, és elkezd beszélni, és mondja, és mondja, és nagyon fontos, hogy csak ő beszélhet, ha valaki hozzászól, azt leinti, és ő az, aki úgy beszél, hogy nem értjük, nem látjuk, hogy közben mikor vett levegőt. Lehet, hogy lyukas a dobhártyája, és ott szippantott levegőt, de egyfolytában beszél. Szóval döbbenetes. Ezek lesznek azok, akik mániásan mindenkivel közölni akarják azt, ami bennük van. Először természetesen magukról beszélnek, aztán a családjukról, a gyerekükről, a főnökükről, jön a politika, jön a foci, jön az időjárás, és kezdődik előről az egész történet. Nos, ez azt jelenti, hogy csak a nyálkahártya relé érintett a birtokféltés relé közül, és érintett az identitás konfliktus, és ő most éppen mániás. Miért? Mert az identitása került veszélybe. Ez előfordul gyakran, amikor valaki elmegy mondjuk egy iskola találkozóra, vagy egy régi bandába, ahol ott az ő identitása kérdőjeleződik meg, és innentől kezdve, mivel benne van egy félelem bármilyen birtokféltéssel kapcsolatban, belekezd és egyfolytában mondjam azt, hogy nem szófosása van, csak beszédkényszere van. Finoman fogalmaztam? Igen, de nevezhetjük ezt bőbeszédűségnek is, amikor valaki a mondani valóját nagyon hosszan közli, a gondolatait terjengősen, terjedelmesen, felesleges részletekkel adja elő, és gyakorlatilag a témakör az kifogyhatatlan, folyamatosan érzi a közlésnek a kényszerét, és nagyon érdekes az, hogy ezek az emberek mennyire szószaporító, csacsogó, fecsegő, szószátyár, pletykás, közlékeny, dumás, locsogó, szócséplő, kommunikatív, dumagép, nagypofájú, locsifecsi szinonimákkal van, illetve azt hiszem, hogy mindannyiunknak vannak ilyen ismerőseink.
Igen. Ennek az ellentéte az, amikor valaki magában beszél, vagy csak úgy, hogy látjuk, hogy a gondolataiban nagyon mélyen el van merülve, és a magában beszél, az csak gondolatban, nem hangosan kimondott szavak, hanem mintha kommunikálna valakivel, de egy szó sem hagyja el a száját. Ez mitől lehet kereszt? Ez attól van, amikor mitó depresszív lesz, vagyis akkor éppen a birtok féltése van sinen, lezár a férfias birtokzóna, megnyilvánul a nőies viselkedés, a magába fordultság, az elszigetelődés, és ilyenkor, amivel az identitás konfliktusa is adott, ebből természetesen megjelenik a mitomán, mitodepresszív konstelláció. Na most akkor még van egyért egy kis bebonyolító tényező ebben az esetben, mert bejön, hogy jobbkezes vagy balkezes, és ugye tudjuk, hogy a balkezeseknek az ellenkező oldalra csapódik be a konfliktusuk, tehát lehet, hogy ez az identitás konfliktus éppenséggel egy bosszankodás egy balkezesnél, ami a végbél relébe csapódott be, vagy éppenséggel ez a birtokféltés, ez nem egy birtokféltésként megélt konfliktus volt, hanem egy rémületfélelemként megélt konfliktus, ami viszont ebbe a relébe csapódik meg, és szervi szinten ezt okozza. Csak hogy lássuk, hogy nem annyira egyszerű a történet, de most nem akarok erre tovább részletekbe menni, mert meg kéne nézzük, hogy mi lesz azután, amikor ez az identitás konfliktus, hát hogy is mondjam, másféle megéléseket is eredményez. Csak egy gondolat, a mitodepresszív viselkedésre ezt nagyon érdekes módon elkezdték kutatni, hogy vajon ugyanazok az agyi funkciók működnek a magában, gondolatban, szótlanul beszélő ember agyában, mint azoknál, akik hangosan közlik ezt, és kiderült, a nagykutatók bebizonyították azt, hogy igen, ugyanazok az agyi funkciók, ugyanazok az agyi területek működnek, akkor is, ha ez ki van mondva, akkor is, ha nem. Ezért kérem, Nobel-díjat kaptak. Vajon azt, amit maga Hammer doktor leírt, és hogy ennek mi az oka, ezért vajon hány Nobel-díjat lehetett volna adni? Ó, hát igen. Majd egyszer valaki biztos kap. Nos, ha megnézzük akkor, hogy maga az identitás konfliktus, ami a fő témája a mai estének, hogy hogyan hat ez a továbbiakban ránk, akkor hát csináltam egy ilyen táblázatot, hogy az identitásként megélt helyzeteknek milyen következményei vannak. Jaj, ez nagyon szép. Ért, ugye, és akkor itt kezdjük az gyakorlatilag, bejön majdnem az egész germán gyógytudomány, mert mondjuk én azonosulok a tudásommal. Legyen ez egy mesterember egy vállalatnál, egy ipari vállalatnál, akinek a kisujjában van a mesterség, már 30 éve a szakmában van, mindent tud, és oda jön egy fiatal mérnök, aki megkérdőjelezi, hogy az tényleg úgy van? Nem hiszem. És akkor mit fog ez az ember megélni? Hát vagy az, hogy ez hülyét akar belőlem csinálni, és kap egy agyvérzést. Vagy megéli bosszankodásként az egészet, hogy már megint beleszólnak a saját dolgába. De megélheti természetesen önleértékelésként is, mert nem hajlandók elismerni az én tudásomat. De ez csak, mondjam úgy, hogy ez csak három felvetett téma, ami alatta van, azok is bejönnek, meg minden mindennel kapcsolatban van, ahogy ezt a továbbiakban látni fogjuk. Azonosulok a családi szerepemmel, mert én vagyok a családban az, aki hazaviszi a mamutot, vagy én vagyok az, aki mindenkinek a lábtörlője. Ez ugye két különböző szerep. De én ezzel azonosultam. És abban az identitásban, ha már a lábtörlője vagyok mindenkinek, az már eleve egy önleértékelés. Igen. És ha én ezzel még azonosulok, akkor természetesen az már egy nagyon súlyos helyzet. De ettől a helyzettől, bocsánat, szarul is érezhetem magamat, és elindítok az önleértékelés, és az aranyér mellett elindítok egy vastagbélprogramot. Hoppá, már az agytörzsben vagyunk. Vastagbél. És mivel magányosan élem meg ezt az egész történetet, hát akkor begyűjtöm a vizet, és egyre kövérebb leszek, ami meg ismét visszacsap, és fokozza az önleértékelésemet. Tehát csak, hogy lássuk, hogy
a következmény konfliktusokat nem értjük meg, és nem nézzük meg, hogy miért akad el a gyógyulásunk, akkor ezeket a csapdákat olyan, de olyan finoman hát elkapjuk, hogy ihaj. Aztán munkahelyi helyzettel. Tudnál erre valamit mondani? Mi az, hogy munkahelyi helyzetben megélt identitás, azonosultság? Gondolok itt egy multicégre, ebben vannak méreható tapasztalataim is, 8,5 év letöltendő egy multinál. Ez a letöltendő, ez szándékosan van itt sarkítva megfogalmazva, hiszen minden egyes multinacionális cégnek az üzletpolitikája egy folyamatos harcot és küzdelmet ír le, állandó fejlődést, állandó fejlesztést várnak el a dolgozóktól. Az identitás az egy pozíció megszerzésével együtt jár, hiszen ha a bizonyos pozíciót megszerez valaki, akkor már van saját irodája, van saját titkárnője, az is az övé, a nyomtató, a számítógép, a laptop, az extra ütatásuk, a kávéfőzőgép, hát ez egy akkora dolog egy irodában, bármennyire is nevetségesnek tűnik ez. Aki ott van, azt tudja. De akinek nincs, az értékeli, hogyha meg tudja ezt a helyzetet oldani. És van egy azonosultsága is, hogy ő a főnök, ő az, aki ebben a pozícióban van, ő dönt arról, hogy mikor, ki, hol, merre van. Mondjuk, ha egy multinálról beszélünk. Abban a pillanatban, amikor egy auditon, egy versenyen, vagy egy tenderben, projektben, hogy ilyen nagyon csúnya szavakat is használjak, nem éri el az áhított célt, vagy úgy jobban ismerik targetet, amit meg kell tenni, ez persze minden évben folyamatosan emelik, emelik az eladást, a bevételt, a lezáratlan módon, ez soha nem lesz elegendő, vagy elégséges, mindig újabb és újabb célokat tűznek ki, de nagyon gyakran van olyan, hogy egy bizonyos idő után a multinacionális cég gondol egyet, és azt mondja, hogy vérfrissítés kell ide, kérem szépen, ezt, amit eddig csináltál, és valamilyen eredményt elértél, ezt most hagyd itt, menj el a vadi új terepre, vagy esetleg már nincs rá szükség, mert nem vagy hajlandó megtanulni az új hiper-szuper applikációnkat, és valaki mást helyezünk a te pozíciódba. Ezt megélheti aként is, mint elvesztettem a birtokomat, az embereket, a hatásomat, a pozíciómat, a tekintélyemet, a bevételi forrásomat, mi lesz így velem, minden elveszett, minden, amit eddig felépítettem, akár emberi kapcsolatok, akár társadalmi kapcsolatok, akár üzletem belüli eredmények, azok most mind elvesznek. Ez az én birtokom volt, ez az én tulajdonom. Igen. Nagyon gyakran úgy tekintenek a szívvel, lélekkel dolgozó emberek a munkájukra, mint hogyha ez az övék lenne, és nagyon gyakran az iroda, mint második otthon jelenik meg, a kollégák már kezdenek családtaggá, szeretteinké válni nagyon sok esetben, és abban a pillanatban, amikor mindezt el kell engedni, és ide többet már nem tehetem be a lábam, ez a minden elveszett mindennek vége érzést hozza be, és ez a birtokvesztés. Igen, és ezt rögtön érezni fogja az illető, ha megjelenik az angina pectoris, de hát a birtok konfliktusokról is van egy külön webkonferencia, de természetes megélheti bosszankodásként, hogy hülyét csináltak belőle, vagy éppen megélheti önleértékelésként, vagy szarul érzem magam, tehát mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Ez, amit itt felírtam, ez nem azt jelenti, hogy ez kötelezően mindenkinél így fog megtörténni. Egy gondolatot még a szklerózis multiplexről, mert úgy érzem, hogyha... Persze. Ha ez ide ki van írva, akkor osztassunk el mindenféle kételyt. Nem véletlenül. Látom. Ha az az identitásom, az az azonosultságom, hogy mire vagyok képes, és a tehetségemmel, a képességeimmel, az alkotó, teremtő erőmmel, hogy mit tudok, ha akarok. És itt a teremtésben az akarás, az mindig egy egós személyiségnek a jelenlétére is utal,
nem kanyarodok ilyen messze ettől, de sokkal több van ebben a gondolatsorban, mint amennyit most elmondok. Tehát azzal, hogy ki vagyok én, mit értem el, milyen tanulmányaim vannak, milyen tudásom van, milyen munkahelyi helyzetem van, milyen tehetségem, képességem van, ezzel azonosulok, és valami miatt legyen az egy egyéb jellegű, egy magánéleti konfliktus, ami aztán annyira megráz, annyira felkavar, hogy ezzel nem tudok foglalkozni, és úgy érzem, hogy már ez ebben is akadályt képez. Ez bőséges alapot ad annak a megélésére, hogy képtelen vagyok valamit elhárítani, kivédeni, továbbállni, odébbállni, képtelen vagyok ezeket a helyzeteket megoldani, és minden, ami képtelen vagyokkal kezdődik, az önleértékelés. És itt azért is hat ilyen mélyrehatóan az önleértékelés, mert azonosulok azzal a helyzettel, azzal a szereppel, én azonosítom magam, hogy én az vagyok, aki mindent megold, kivitelez, megszervez, de most képtelen vagyok erre. Ez a helyzet számomra annyira kellemetlen, hogy ennél még a halál is jobb. Na, ez az, ami... Ez az, ennél még a halál is jobb dolog az, ami elindítja a szklerózis multiplexet. Ez a szklerózis multiplex egy, bocsánatot kérek minden avatott fültől, kicsit olyan, mint egy szemétkosár, mert rengeteg helyen nyilvánulhat meg, kezekben, lábakban, mindent összekötnek vele, látászavartól kezdve a fülgörbülést, mindent. Jó lenne megnézni ennek a webkonferenciának a teljes anyagát, aki ebben a témában érdekelt, az ne elégedjen meg annyival, amit most ezen a webkonferencián hallott. Keressen rá a weblapra, a drbudai-germánygyógytudomány.hu oldalra, a jobb felső sarokban a YouTube csatornára tud ráklikkelni, ott pedig akár lejátszási listában megnézheti, hogy milyen programokat indít még el az önleértékelés. Ugye a működésváltozások című mappában. Igen, Karesz, de beszéltem arról, hogy minden, ami képtelen vagyokkal kezdődik, az önleértékelés, tehát azt ott tessenek keresni, és a szklerózis multiplex programról pedig a működésváltozásnál lehet bőséges információt találni. Érdemes ezzel tovább foglalkozni, itt csak kategóriákat említettünk, és nem engedni ezeknek az eddigi tudásunknak, az ismereteinknek a blokkoló hatását kifejlődni a szervezetünkben. Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a multiplex, szklerózis multiplex programmal élők, azok azt mondják, hogy ebből képtelenség meggyógyulni, hát jelentem, ez egy tévhit. Ez egy olyan dolog, amit ha elég sokat ismétlünk magunknak, és valóban nem teszünk érte a gyógyulásért semmit, akkor ez egy önbeteljesítő jóslatként működhet. Én szeretném a másik oldalát megmutatni, hogy igenis van gyógyulás, nem csak szklerózis multiplexből, hanem három általam megtapasztalt és kifejlesztett ráktípusból is, úgyhogy tessenek azon elgondolkodni, hogy én mivel azonosítom magam, és az azonosultságoknál egyetlen egy gondolatot még engedj meg, Karesz, a beteg helyzete, hogy igen. Én vagyok a családban a beteg, a kicsi, akit mindenki segít, aki támogatásra szorul, ezt a gondolatot kellene leghamarabb átírni, hiszen ha ismerem a germánygyógytudományt, akkor tudom, hogy életemet magam irányítom, és csak az történik velem, amire vágyakozom, és a javamat szolgálja, és hogyha az azonosultságomból kiveszem a beteg ember szerepét, és az identitásom, az önazonosságomat keresem, és rájövök, hogy nem csupán test vagyok, hanem ennél sokkal, de sokkal több, akkor rájöhetek arra, hogy hol van a megoldás. De erről mindjárt lesz még egy fóliánk a megoldásról. Még annyi van, hogy az emberek, gondoljunk egy művész emberre. Igen. Az a tehetségével azonosítja magát, ő képes eljátszani Paganini hegedű versenyét, vagy lejátszani Chopin zongora versenyét, vagy olyan képeket festeni, amilyet senki más, és akkor kérem szépen jön egy olyan történet, amiben természetesen hát azt éli meg, hogy ennél még a halál is jobb, és ott vagyunk megint a szklerózis multiplexnél, mert, amint említetted, igen,
Nagy szemétkosárnak nézzük, tegnap volt szklerózis multiplexes páciens nálam, és amint megtörtént nála egy látásvesztés, már rátették a bélyeget, hogy szklerózis multiplex, és kiderült, hogy egy nagyon durva vizuális elválasztási konfliktusa volt, és nem szklerózis multiplexe. Az egy másik történet, hogy addig beszélték a fejébe a szklerózis multiplexet, míg végül képes volt ennek a tüneteit előállítani. Aztán tudunk mi a társadalmi szerepekkel is azonosulni. Hát nézzük csak meg, hogy miről szól a társadalom, hogy kinek ki az ismerőse, és az hol foglal helyet, és az hol tud nekem segíteni, és akkor én beleélem magam abba a szerepbe, azonosultság, identitás, hogy én vagyok az, akitől függnek a dolgok. És amikor elvesztem a hatalmat, akkor aztán minek fogom ezt megélni? Hát természetes támadásként élem meg. Jön hozzá természetesen bosszankodás, harc, hülyét csináltak belőlem, agyvérzés, önleértékelés, de hát elindulnak a lejárató cikkek, ugye ezt a sajtó ezt biztosítja, Hammer doktort is minden szinten próbálták lejáratni, bemocskolni az ő hírét, az ő tudását, és hát erre jönnek a megfelelő írha szintű válaszok. Tehát elindultunk egy identitásból, és már voltunk az agytörzsi szinten, most itt vagyunk az írha szintjén, és természetesen, hogy minden szintre ki fog hatni, mert, mint mondtam, minél intelligensebbek vagyunk, annál több megélést csinálunk egyetlen konfliktusra. Jön a csapatban elfoglalt hely, és ez nagyon, de nagyon fontos egy együttműködő csapatban. Ugye az ember csapatban jobban teljesít, mint külön-külön, ez is a túlélésnek a záloga. A biológia is ott kezdődött, ugye, hogy volt az egysejtű, és aztán létrejött a többsejtű, mert a többsejtű jobban biztosítja a túlélést, mint egyedül egy egysejtű. És ebben a csapatban megvan a hierarchia, mert egy csapat csak akkor tud jól működni, ha megvan mindenkinek a szerepe. Megvan egy csapatban az elfoglalt helyem. Meg kivívta magamnak, mit tudom én, milyen státust. És én ezzel azonosulok, hogy én vagyok a csapatkapitány, például. Rendben van, s leváltanak. Hát te jó Isten, ekkora szégyen. Hát én ettől az egésztől szeretnék nagyon elszakadni. A szégyen már maga egy bemocskoltság. A kirekesztettség érzése azt jelenti, hogy én már magányos vagyok, és begyűjtöm a vizet, de az elválasztási konfliktussal meg tudom csinálni a bőrtüneteket, illetve az emlékezet kiesést. És minél több elválasztási konfliktust élek meg, annál nehezebb lesz a memóriám, és ez nem a kortól függ, kérem szépen, csak a feldolgozatlan elválasztási konfliktusok számától és minőségével. És hát itt van, igen, az én igazságom. Hát az nagyon fontos, hogy most kinek van igaza, bár mindig elmondom, hogy egyetlen igazság van, ha boldog vagy igazad van, ha nem vagy boldog, nincs igazad, de mi nem így szoktuk az igazsággal kapcsolatos viszonyunkat megélni, hanem van valami, amihez foggal, körömmel ragaszkodom, és ha nem, akkor elkezdődik a küzdelem, és pereskedek, és harcolok, és ellenszegülök, és csodálkozok rajta, hogy magas a vérnyomásom, emelkedett a vércukorszintem, és ha még bosszankodok hozzá, akkor természetesen a májfunkciós értékeim is egy kicsit emelkedettek lesznek, főleg a gamma-GT is, nem az alkoholtól. Szóval csak néhány dolgot, tényleg csak néhány dolgot szedtem ki, ami az identitáshoz kötődik, amit az identitással kapcsolatosan élek meg. És ezért nagyon lényeges tudni azt, hogy kik vagyunk mi valójában. Mivel kéne magunkat identifikálnunk, vagyis azonosítanunk? Jó lenne különbséget tenni az önazonosságommal, hogy én önmagamról mit tudok. Ha úgy gondolok magamra, mint egy faj egyedére, a Homo sapiens sapiensis faj egyedére, ez a teljesen materialista hozzáállás. Ez azt jelenti, hogy én csak egy olyan bőrbuci vagyok,
ami tele van mindenféle kémiai anyaggal, persze, ami bármikor elromolhat. Ez egy üzemhibás készülék, ami bármikor, bárhol, bármilyen körülmények között elromolhat. Ezeket autoimmunbetegségeknek, született genetikai betegségeknek nevezzük a gyári hibát, ugye a üzemzavar az a betegség. Ez nagyon távol áll a germán gyógytudomány szemszögétől, hiszen pontosan tudjuk az első természettörvényben, hogy mi betegít meg, a másodikban tudjuk, hogy két fázisban, a harmadikban tudjuk, hogy három dolgot lehet a biológiában megtapasztalni, sejtszaporítást, sejtsorvasztást, vagy működésváltozást, a negyedik kimondja, hogy vannak segítőink, az ötödik pedig az, hogy mindennek értelme van, tehát ezt a nagyon szűklátókörűen materialista hozzáállást én el is vetném. A megoldás az, hogy tisztában vagyok azzal, hogy nem csak fizikai test vagyok, hanem ennél sokkal, de sokkal több. A fizikai testem, az életem, a viselkedésem bizonyos helyzeteket generál, ezeket nevezhetjük szerepeknek. A szerepek azok a viselkedés formák, amiket meg kell valósítanunk. Igen, holnap reggel is csörögni fog a bekker, be kell menni dolgozni, enni kell adni a kutyának, a férjnek, a feleségnek, a ház körüli munkákat el kell végezni, holnap is ugyanazokkal a szerepekkel fogunk szembenézni, mint tegnap vagy a múlt héten. Tehát van egy szerepem a munkahelyen, ahogy viselkedem, és aki én ott vagyok, mint azonosultság, de más szerepet, más viselkedésem van a gyerekemmel, kapcsolatosan ott már megjelenik a szülői szerep, más a szerepem, ha elmegyek anyámhoz, hogy mit tudom én, lenyírjam a füvet, akkor én ott a gyerek szerepben vagyok, és más a szerepem egy pár kapcsolatban. Tehát igen. Csak néhány fontos dolgot, azonosultságot szeretnék megvilágítani, amelyek nagyon, de nagyon ott rejtik magukban a konfliktus helyzetet. Ha tisztázom, akkor nagyon köszönöm a kiegészítését, Karesz. Nagyon értékesek voltak. Szeretném tisztázni, hogy én hogyan gondolok az egészre. Az, aki valójában vagyok, és aki a kedves hallgató is, tehát ez nem rólam szól, hanem mindannyiunkról, csak egyszerre most én tudok megszólalni a mikrofonon keresztül. Tehát mindenki nevében. Mindenki nevében, mindannyian többek vagyunk, mint 80 kiló húsi. Vagy ki mennyi. Több mindegy. Többek vagyunk a testnél, több dologra vagyunk képesek, mint amit mi valójában tudunk magunkról. A helyzet az, hogy mélységesen alábecsüljük a képességeinket és a jelenlétünket ezen a földbolygón. Az én hitem szerint az ember nem csak test, hanem ennél sokkal több, és van lelke, és sokkal nagyobb dolgok vagyunk hivatottak elrendezni a világon, mint a holnap az üzletbe a pénztárossal cívódni, vagy a postást fenyegetni, vagy a kutyával morgolódni. Az, hogy ennek az emberi lénynek, aki több síkon értékes és egyedi és megismételhetetlen, nem csak biológiai szinten, hanem érzelmi és lelki szinteken is, ennek vannak feladatai. Olyan feladatok, amikről az előbb is beszéltem, háztartás, házvezetés, pénzkeresés, gyereknevelés, kapcsolatok életben tartása, és így tovább. De ezek feladatok. Amikor ezek a feladatok nagyon gyakran ismétlődnek, mert ugyanazokat a feladatokat látjuk el, kialakul egy szerep. A szereppel semmi gond nincs. Ezeket a szerepeket eljátszhatom, mert a színész is minden este kisminkeli magát, fellép a porodra, és ő a Hamlet. Viszont abban a pillanatban, amikor ettől a szereptől nem tud elvonatkoztatni, és a szerepben mutatott viselkedésével próbál a nap 24 órájában jelen lenni, azonosul a szereppel, akkor az egy azonosultság. Nagyon gyakran a szerepeim kötelezettségei miatt nem tudok változtatni az egészségemen. Mert így szoktuk, mert nálunk ez a szokás, mert mit mond a családom, mert én eddig olyan szolgalelkűen követtem minden utasítást, nem kérdőjeleztem meg semmit, amit a nagy manipuláló doboz televízió mondott,
hogyan gondolkodhatnék én másképp, hát hiszen nem ezt várják el tőlem. Én az voltam, akire mindig lehetett számítani, aki mindig minden szabályt betartott, aki mindig mindenkinek szót fogadott. Ezzel azonosítottam magam. Ez a kép alakult ki rólam másokban. És ebben a pillanatban pont az, ez a szerep, ez az azonosultság akadályoz meg nagyon gyakran a gyógyulásban. Hiszen én nem mondhatom ezt, nem gondolhatom azt, a családom ezt vagy azt akarja, és nekem engedelmeskednem kell. Nem tehetek olyan változást az életembe, hiszen ez őket is érinti. Mi az, hogy én most lefekszek pihenni, mert éppen gyógyulok. A szerepek és a feladatok közötti különbséget szeretném nagyon hangsúlyosan kiemelni. Amíg én a szereppel azonosulok, tehát, hogy én a háziasszony vagyok, én a bevásárló, anyám lánya, az, aki mindig ügyes, az, aki mindenkinek fehérre mindenkiét, ez egy azonosultság. Ez megakadályoz abban, hogy egyáltalán ebben a dobozon kívül, ebben a skatuján kívül tudja gondolkodni. Nagyon gyakran el sem hiszük, hogy lehetne másképp, mert nekünk ez annyira normális, annyira természetes, olyan régóta alkalmazott viselkedés, hogy az tűnik abnormálisnak, aki nem olyan, mint mi. Ebből vannak a konfliktusaink is amúgy. Nagy része ezekből az ütközésekből áll elő. Ha tudom, hogy ez egy szerep, amit most a munkahelyen így vagy úgy kell viselkednem, otthon ez vagy az a szerepem, már egy fokkal jobb. Én szeretném, hogyha ezeket a szerepeket csak eljátszanánk, nem azonosulnánk vele. Amikor dolgozunk, akkor abba tegyük bele a maximális figyelmünket, odaadásunkat. Amikor otthon vagyunk, akkor azzal foglalkozunk maximális lélekjelenlétben. De lenne még egy lépés, és ez nem lett kiírva, de a ki vagyok én valójában alatt ez érthető, hogy én az a lény vagyok, aki itt egy feladatsort vállalt kivitelezni. Azért vagyok itt a Földön, hogy átminősítsem az anyagom. Azért vagyok itt a Földön, hogy ne a szerepekkel, ne a feladatokkal, ne a társadalmi helyzetekkel, ranglétrákkal azonosuljak, hanem találjam meg és tisztáznom a valós identitásom, hogy ki vagyok én, mit keresek itt, mi a feladatom. Semmiképpen sem a germánygyógytudomány tudományos táblázatán szereplő összes betegség kipróbálása. Hát az nem volna jó. Talán ebben egyetértünk. Pontosan azzal tudjuk feleslegessé tenni az újabb és újabb konfliktusok megjelenését, ha ezeket a szerepeket csak eljátszom, és nem azonosulok velük. Ez egy nagyon lényeges dolog lesz. Tehát senkit nem biztatunk arra, hogy hónaptól ne tegye meg mindazt, amit eddig megtett, de nem mindegy, hogy milyen lelkülettel, milyen hozzáállással csinálom meg mindazt, amit megteszek. Nem mindegy, hogy én mondjam, bocsánat, hogy én ebbe beledöglök, vagy elvégzem ezt a feladatomat, de nem azonosulok a szereppel, amit éppen per pillanat el kell játszanom. Nos, én úgy gondolom, hogy az identitáshoz kötődő dolgokat elég részletesen sikerült kifejtenünk, és remélem azt is sikerült érzékeltetni, hogy a germánygyógytudomány alap a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez. Mert hiszen tudjuk, hogy a betegségeink a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások számától függ, lám ebből lesznek a konstellációk, ebből lesznek a viselkedésváltozások, és a megoldás csupán arról szól, hogy feltárjuk ezeket a konfliktusokat, és elengedjük. Ha valakinek kétsége lenne afelől, hogy a germán gyógytudomány tényleg tudomány, akkor nézzen utána a tudomány meghatározásának a megfelelő forrásokból, és látni fogjuk, hogy a reprodukálhatóság az a legfontosabb ismérve, márpedig a germán gyógytudományban mindig ugyanúgy történnek a dolgok. Ugyanarra a megélésre mindig ugyanaz a szervi elváltozás lesz. Az aggódásra mindig meldaganatot fogunk építeni, legyen valaki jobbkezes, vagy balkezes, vagy férfi, vagy nő. Nem számít. Összehasonlítható és előrejelezhető. Na, ezek azok a dolgok, amelyek tényleg tudományos rangot adnak ennek az egésznek, és ne feledjük, hogy az alapjait még senki sem tudta megcáfolni, hiszen az embriológia egy ismert, elismert és elfogadott tudomány, az
mélyen belüli élet már pedig úgy történik, ahogy történik. Szóval egy egyszerű logikus rendszerről van szó, nem kell mindenkinek megtanulni az embriológiát ahhoz, hogy meggyógyuljon. Csupán megértenie a lényeget, hogy én betegítettem meg, és én is fogom meggyógyítani magam, ha érzelmileg megoldom a DHS-t. Ha nem, hát akkor szenvedhetek tovább tudományosan. Köszönöm mindenkinek a figyelmet.